Tisztelt igazgató úr, elnök úr, kedves közönség, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ma megszólalhatok önök előtt. Az előadásomnak az alcíme, amit már utóbb tudtam megírni, ez a Metrótól a Muméig, amely a fogalmi és metaforikus értelemben is nagyon-nagyon pontosan jellemzi azt az időszakot, ami a kortárs magyar építészetben 2010 és 2020 között történt. Az infrastruktúrák, az építészethez való hozzáállás szempontjából egyaránt. Mintegy 23 tételről szeretnék önöknek beszélni, ezeket a tételeket mindegyikét egy képpel illusztráltam, megpróbálok majd nem a képillusztrációba belebonyolódni, mert így is sok, ezeknek a tételeknek a nagy részéről a múltban is, jelenleg is és a jövőben is egyébként külön-külön is lehetne akár konferenciákat rendezni. Hogyha felteszik a kérdést, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami a kortárs magyar építészettel történt, az egyértelműen a 2010-es kormányváltás. Nagyon sok politikai és társadalomelméleti elemzésnek a tárgya lehetne az, hogy miképpen viszonyultak az eddigi kormányzatok az építéshez. Pontosan kifejezi ezt a Metró és a Momé-nak az épülete. Az előző kormányzatok, a baloldali kormányzatok Magyarországon az alapvetően az infrastruktúráknak az építésével és fejlesztésével foglalkozott, míg a jobboldali kormányzatok azok kihasználták az építésnek és az építészetnek a szemantikai, kommunikatív, potenciális erejét. Ennek nagyon-nagyon sok szimbólumát és konkrét megépült alkotását lehetett látni az elmúlt tíz évben. Mindez, ha ez igaz, akkor felveti a hatalommal való viszonynak a kérdését építészek és az építészet részéről. Nos, azt kell mondjam önöknek, hogy az építés és az építészet az szükségképpen kormánypárti. Akárki is van kormánypárton, nem tud ellenzéki lenni. Igényli, feltételezi, óhajtja és akarja hatalmat. Hatalom hiányában egész egyszerűen nem tud működni. Sőt, annyira erős körülötte ez a bizonyos hatalmi közeg, hogy önmaga az építészet egy eleve egy hatalmi pozíció azzal, hogy bármilyen szoros megrendelői kontrollról is beszélünk, előbb-utóbb eljön egy olyan pillanat, amikor egy térnek a színét, formáját, ha csak egy kilincsben, ha csak egy tapításban is, de az építész határozza meg, és ennek a döntésnek, ennek a térbeli döntésnek a pozíciója eleve egy hatalmi pozíció. Ennek következtében nem is nagyon tudunk kritikai építészetről beszélni. Tulajdonképpen az az építészet, amely 1001 szállal annak az eredménye, amely létrehozta őt, és hangsúlyozom, itt nem színekről van szó, hanem egy nagyon erős központi irányítási struktúráról, ezt nem képes kritizálni. Éppen ezért annyira izgalmasak és érdekesek azok a nagyon-nagyon ritka kivételek, mint például Makovec Imrének a Baki faluházája, amikor sikerül bizonyos kritikákat megfogalmazni az építészetnek ezen a nagyon nyugodt, nagyon ősi és nagyon-nagyon lassú nyelvén. Mindenek következtében viszont sajnos torzulhat és torzult is az építészetről való megnyilatkozások az elmúlt 10 évben. Ha elfogadjuk, hogy az építészet a hatalomtól elválaszthatatlan, akkor viszont azt is be kell lássuk, hogy az róla való beszéd, az építészet kritika gyakran nem az adott alkotás kritizálja, hanem egy olyan politikai argumentummá vált az elmúlt időszakban, amelynek rengeteg példáját láttunk, függetlenül attól, hogy az adott alkotás jó volt vagy rossz, az építészet pusztán egy ürüggyé vált arra, hogy az egyes kormányzatokkal kapcsolatos véleményt az építészet kritika ideológiájába csomagolva fogalmazhassák meg a kritikusok. Ez nagyon nem tesz jót sem a műfajnak, sem pedig az építészet kritikának. Mindennek volt egy, és van is egy szimbolikus következménye tehát ennek a kormányváltásnak, és ez a szimbolikus következmény az, hogy az építészet valóban, és az építészetek lenni sokkal jobb volt az elmúlt 10 évben, anyagi értelemben legalábbis, mint korábban Magyarországon. Szimbolikus értelemben egy rendkívül magas polcra helyeződött az építészet, amelyet, bocsánat, ezért a megengedhető önszeretetért, hogy magamat ábrázolom egy korábbi konferenciákon, de pusztán annak a ténye, hogy létezik egy kutatóintézet, amely kutatóintézet eltart egy kortárs építészettel foglalkozó kritikust, ez lennék én, de itt nem az én személyem a lényeg, hanem tényleg az a pozíció, amit igazgató úr ebben az intézményben létrehozott, az mutatja, hogy ez az egyetlen ilyen hely ma Magyarországon, kutatások doktori iskolákban zajlanak, de kortárs építészeti problémákkal egyedül az MMKI-ban fenntartott pozíciónak a keretében tud hivatásszerűen foglalkozni ma építész Magyarországon. A másik pedig a szalonoknak a rendszere. Bizonyára a utána következő előadó adott esetben ezt fogja bírálni, hogy ez egy régi, hogy ez egy 19. századi rendszer, és hogy avítas. Ettől függetlenül tény, hogy az építészet számára elemi fontosságú közérdek és kulturális közügy az,
hogy évről évre, pontosabban 5 évről 5 évre egy hivatalos művészeti institúciónak a keretében rendszeresen tud bemutatkozni a legfrissebb eredményével az építészet, egy felkent művészeti templomon belül, ha szabad ezt mondani, direkt használnak ilyen hevített szavakat, azért, mert az építészet olyannyira ambientális és olyannyira környezetjellegűen vesz bennünket körül, hogy hajlamosok vagyunk eltekinteni attól, hogy ez bizony művészet, és bizony az alapművészeteknek az egyike, és nem csak az esztétikumával, hanem egyáltalán a puszta létével, komponáltságával nagyon-nagyon meghatározza mindennapjunkat. Tehát egyáltalán ez művészetként van kezelve, ennek egy nagyon-nagyon fontos eleme a rendszeresen visszatérő szalonoknak a rendszere. A kormányváltásnak természetesen volt egy gazdaságpolitikai következménye is, azután a megszólalók ezt meg fogják erősíteni. A teljes kreatív ipar, így az építészet is gyakorlatilag egy nagyon fontos gazdaságpolitikai tényezővé vált, amilyen keresztül rengeteg európai támogatást lehetett lehívni, illetve ez egy tudatos gazdaságpolitikai döntés volt, hogy az építésen keresztül, amely építés, mint iparág, rengeteg egyéb iparág támaszkodik rá az építőanyagkereskedelemtől, a szállítmányozáson, a fuvarozáson át millió egy szakmunkáig. Ez lesz a motorja annak a gazdasági teljesítménynek, amely a nagyon-nagyon kellemetlen deficites gazdasági helyzetből 2010-ben elkezdte kirángatni az országot. Hangsúlyozom, lehetett volna más politika is, de ez a kormányzat az építés és az építészet mellett döntött. Aminek viszont szükségszerűen vele rájára volt egyfajta olajozottság, egyfajta gyorsaság, amely olajozottságnak és gyorsaságnak viszont sajnálatos módon, időlegesen ugyan, de áldozatául esett a műemlékvédelem, azért, mert a Kecskeméti gyárnak, a Mercedes gyárnak az építésekor gyakorlatilag ebből rengeteg konferenciát is szerveztek, és mi magunk is szerveztünk erről az MMA-n belül. Annak érdekében, hogy gyorsítani lehessen a beruházásokat, azt a fajta aprólékos és gyakran időigénylő munkát, amit egy-egy műemléknek és feltárásnak és régészeti vizsgálatnak a beépítése jelentett az engedélyezési folyamatokba, ezt a gyorsaság érdekében meg kellett szüntetni, és ez meg is szűnt. Ebben a rendszerhez tartozott hozzá az építés igazgatásnak az átalakítása is, amely a családi házaknak a szintjén meggyorsította az engedélyezéseket. Annak érdekében, hogy olajozottabban lehessen és gyorsabban tudjanak családok 2-300 négyzetméteres, egészen pontosan 300 négyzetméteres családi házakat építeni, annak érdekében egy komoly áfacsökkentés zajlott le, megjelentek a különböző támogatások, elsősorban a csokok, amelyek kölcsönöknek a formájában támogatták az építést, és annak érdekében, hogy vélt vagy valós, de rendszerint általában vélt sérelmeket ne lehessen egy építésen és egy építetőn megtorolni, magyarán, hogy ne lehessen belekötni abba, hogy valaki adott esetben, bár nekem nem tetszik, rózsaszín lapos tetői házat akar építeni, mert ő neki azt tetszik, hogy ezt a szomszéd ne tudja megfúrni, gyakorlatilag kivonták az engedélyezési hatóságnak a felügyelete alól az építést, és a magánembereknek és a piaci részvevőknek, tehát az építésznek és a családnak a személyes döntésére bízták. Annak érdekében, hogy ne maradjon teljesen kontroll nélkül a terület, bocsánat, egy pillanatra visszalépek, viszont létrejött a települési arcolati kézikönyveknek a rendszere, amely viszont próbált támpontot adni az egyes részvevőknek, elsősorban építetőknek arra, hogy miképpen is illendő viselkedni az adott területen belül. Megjegyzem, a kortárs székely építészeti kalauz a magyarországi Balatonfelvidéki építészeti útmutató alapján jött létre. Amennyiben elfogadjuk azt, hogy ebben a rendszerben az építészet szükségképp veszíti el bizonyos mértékben az autonómiáját, hiszen hogyha gazdasági eszközzé válik, már pedig azzá vált, akkor ez sajnos érinti az építészet kritikának abbéli státuszát is, hogy autonóm jó kritikát autonóm építészeti alkotásról lehet írni, márpedig nagyon sok esetben láttuk azt az elmúlt években, még a legjelentősebb nagy beruházásoknál is, hogy volt egy olyan pont, amikor széttette az ember a kezét, megbízó építető mindenki, és azt mondták, hogy hát ez azért lett ilyen, mert így volt rá pénz, ezt akarták, ezt kívánta megbízó. De bizonyos beruházási érdekek kikezdték az építészetnek az autonómiát, ami természetesen kikezdi a kritikának is az autonómiáját, mert heteronóm alkotáson nagyon nehéz önálló kritikát írni. Ennek következtében azt látjuk, hogy az építészeti tervpályázatoknak van egy komoly visszaesés az elmúlt 10 évben, amely komoly visszaesés, ez egyrészt magyarázható avval, hogy tényleg gyorsan kellett építeni, tényleg gyorsan kellett döntéseket hozni, már pedig egy építészeti tervpályázaton úgy a lebonyolításával, mind az értékelésével van bőven bírélődés.
Azonban ezeknek a pályázatoknak a hiányában nem jött létre az a fajta kreatív feleslek, ha szabad ezt mondani, kreatív túlbugyanás, amely kreatív túlbugyanást egyébként pont a képen látható Néprajzi Múzeumnak a Ferenc Marcell által, akadémikusról által megnyert tervében láthatunk, ami egyébként valóban egy világszínvonal és fantasztikus épület lesz. Ha végignézzük az elmúlt 30 évnek a fontosabb építészeti termeléseit, a fontosabb építészeti fordulópontjait, azt látjuk, hogy építészeti tervpályázatok kapcsán születtek ezek, úgyhogy a jövőre nézve biztos, hogy létfontosságú, hogy valahogy visszacsempészjük eme hevített termelés mellett is az építészeti pályázatoknak a rendszerét. Mindennek következtében nagyon logikusan egy rendkívül magas, rendkívül kiegyensúlyozott minőség tapasztalható a szakmában, amely minőséget, visszautalva a pályázatoknak a hiányára, nem ráznak meg olyan elementáris alkotások, mint amilyen elementáris alkotás például a Siófoki templom vagy a Paksi templom volt rendszerváltás hajnalán, amely két épület Makovec Imrétől ma úgy tűnik, hogy rendszerváltásnak a szimbóluma. Vannak nagyon-nagyon fontos épületeink, lásd metrótól a MOMÉ-ig, de ezt az átlagosan magas színvonalat nem igazán szúrják ki olyan rendkívüli darabok, amely rendkívüli darabok önmagukban is befolyásolnák a közbeszédet. Ennek következtében nem igazán beszélhetünk új építészeti kánonról sem, már csak azért sem, mert egy városban nem lehet lecserélni a házakat, nem mondhatjuk azt, hogy holnap utántól én már nem szeretem az eklektikát, hiszen ebben élünk, nem mondhatom azt, hogy azutántól én már nem akarok klasszicista épületek között létezni, mert nem tudjuk kidobni a házakat, nem tudjuk, hála Istennek, nem tudjuk lerombolni a városunkat, ez bizony szerencsére itt marad velünk. Ennek következtében viszont ezzel párhuzamosan sajnos azt kell mondjam, és ez egy nagyon-nagyon erős kritika a kollégáim felé, és nem csak én érzem így, a kreativitás szempontjából némiképp deficites ez az elmúlt időszak. Miután nincsenek nagyházak, miután nincsenek kiemelkedő pályázatok, nem jelentkezik az a fajta buzgó fölösleg, az a fajta túlbugyanás, amely túlbugyanás egyébként nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy egy szakma önmagát gördítse előre. Viszont cserébe, szerencsére kultúrharc sincsen, tudnék, nem lecserélhető az épületanyag, nem lecserélhetőek a kánonok, nem összevethető, nincsenek egymással konkuráló kánonok, hiszen új, nem létező kánonokat csak új, létező épületek mellé lehetne alakítani, márpedig nem létező épületek nem tudnak létező kánonokat létrehozni. Úgyhogy ezt a kultúrhajcot, hála Istennek, nem tapasztaljuk az építészetben. Leszámítva azt a fajta furcsaságot, amit említettem önöknek, hogy a bizonyos építészeti alkotásokat nem az esztétikai tartalom alapján, hanem ki a saját politikai vélemény alapján ítél meg. Az építészeti termelés természetesen átalakult. Ennek az egyik legfontosabb része, hogy megjelentek azok az új rekonstrukciók, amely új rekonstrukciókkal a Kossuth téren, a Várban, a Füzéri Várban találkozhatunk. Ennek vannak jobb és kevésbé jó sikerült példái, ezeknek megvan a maguk tanulsága. Amely új rekonstrukciók viszont felvetnek egy olyasfajta bizonytalanságot, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy bizonyos szimbolikus helyzetekben, szimbolikus épületfunkciók esetében nem elégedettek a döntéshozók avval az építészeti teljesítménnyel, amelyet mondjuk a közelmúltiban születtek, elsősorban az úgynevezett szocialista modernizmusnak az idején. Létrejött az organikus építészetnek az újrapozicionálása. Azt nem mondhatjuk, hogy mindent az organikusok vittek, noha éppen Makovec címéről elnevezett teremben vagyunk. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az 1994-ig jelentkező gyakorlat, amely nagyon jól látható, hogy a fontos nemzetközi kiállításokon az organikus építészetnek az alkotásaival szereplünk, ez gyakorlatként 2010 után ismét megjelent, és akár a Dubai Expo-ra, akár a Milánói Expo-ra, akár a Makovec címének a sevillai remek művére gondolunk, azt látjuk, hogy kifelé a külső kommunikációban az organikus építészet az, amely képviseli a magyarországi építészetet. Lezajlott egy építészeti generációváltás, amely generációváltás természetesen kétélű, egyfelől természetesen idősödik el a legidősebb generáció, másfelől jelennek meg új szereplők, ám ennek az építészeti generációváltáson, ennek a természetes egyensúlyán belül is egy nagyon-nagyon látványos és szép sikert jegyezhetnek maguknak a képeken látható Bordás Péter, Gutowski Robert és
az itt utánam majd megszólaló Normert jegyző Vasáros Zsolt, akik mind-mind a fiatal generációnak a tagjai, megjegyezem önöknek, egy építész 50 éves kor alatt fiatal építésznek számít. Ők mindannyian 50 éves koruk alatt voltak, amikor ezeket a meghatározó épületeket megtervezték, illetve megnyerték Magyarországon. Rekonstruálódott egy régi új rendszer, nevezzük ezt tervezőipari szimbiózisnak, ez is a gyorsasággal és a gazdasági eszközzel függ össze. Annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan lehessen terveket készíteni, azt láttuk az utóbbi időben, hogy intézményesült az, hogy komolyabb, nagyobb kivitelező cégek felépítették a saját maguk tervezővállalatát, amely tervezővállalat az nagyon emlékeztet bennünket a szocialista tervezővállalatokra is, hangsúlyozom, nem hangulatában, hanem szervezetében, amely viszont nem jelenti azt, hogy ezekben a műhelyekben ne lehetne új kultúrát, újfajta eredményeket létrehozni, de kétségtelen tény, hogy amikor látunk egy irodát, interneten utána nézhető, a TSPC-t vagy a Lima Design-t, amelyek 8-10 évvel ezelőtt alakultak, és ma 100-110 fővel működnek, ez bizony azt jelzi, hogy alapvetően az építészeti termelésben lezajlott egyfajta taylorizmus, egyfajta fordizmus, amely alapvetően nem volt jellemző, tudnék, a kis irodákat preferálták úgy a megbízók, mint pedig az építészetben résztvevők. Ennél jóval fontosabb, és sajnos alakzatilag illeszkedik ebbe a képbe, az egyéniségeknek a hiánya. Ferenc Marcira, Bordás Péterre, a fiatal építészekre gondolva már látszanak ilyen egyéniségek az építészeti horizonton, de olyan két meghatározó figura, mint amely Makovecz Imre volt és Jarák István, akiket lehetett gyűlölni, lehetett imádni, egymással rendkívül összetett és problematikus volt ennek a két alkotónak a viszonya, de azzal, hogy közel egy időben haltak meg, közel 10 évvel ezelőtt, gyakorlatilag eltűntek azok az emberek, akik megmondták volna szépen szólva a tutit, akik fölfestették volna a pályát, akihez képest mi egyszerű mezőépítészek el tudtuk magunkat helyezni, és tudtunk róluk vitatkozni egy-egy ésben megjelent cikkük után. Ez nagyon-nagyon hiányzik jelenleg. Cserébe viszont van fiatal építészet. Úgy tűnik, hogy a kreativitás, amikor mondta, hogy nem igazán kreatívak a magyar építészek, ennek ellentmond a fiatal, hogy vannak fiatal építészek. Ezt a dolgot úgy értem, hogy fiatal építésznek lenni, ez nem pusztán egy kohorszot jelent, nem pusztán egy életkorbeli állapotot, hanem egy olyan a létező építészeti termeléseknek az alternatíváját, amely nem feltétlenül kreatív abban az értelemben, hogy folyamatosan újdonságot hozna, de valamiképpen mást mutat, más irányban működne, mint a nagy öregek működnének. Nagyon érdekes volt eddig Magyarországon, természetesen mindig is voltak tehetséges fiatalok, ám ezek a tehetséges fiatalok sokkal inkább voltak öregek, mint maguk a nagy öregek. Most tapasztaljuk először azt az elmúlt 10 évben, hogy a fiatalok valóban fiatalos építészetet csinálnak, és nem próbálnak meg öregesek lenni, mint hogy ezt egy pár kollégánkról el lehet mondani. Most hadd ne mondjak neveket, mert ezeket megírtam én ezt már korábban, de most ezt hadd ne ismételjem el. És végül helyek, házak, stílusok. Mi történt ebből az elmúlt 10 évben? A helyeket tekintjük, akkor van két építészeti, élő építészeti múzeum Magyarországon. Az egyik a Graphisoft Park, amely 1997-98 óta a kortárs építészetnek mára már enyhülő relevanciával, de egy fontos keltetője, és szépen lassan a magyar építészeti realitások felett, mögött, azon túl szervezte meg magát egy másik építészeti, a szószoros értelmében kortárs építészeti szenthely, Pannonhalmának az építészete, amely valóban, ha szabad ilyen kicsi, ilyen jazzes kitekintést tenni, amíg az elmúlt 20 évben az volt az ígéret, 30 évben, hogy légy jó építész fiam, és akkor majd lesz esélyed a várban építeni egy fokhiat, ma az elitnek az ígérete az, hogy légy jó építész, és akkor esetleg hozzájuthatsz majd egy pannonhalmi beruházáshoz. Kilátóktól a stadionokig nem beszélünk róla, rengeteg kilátó épült, és kellene róla beszélünk, de sajnos a politikai balasztja miatt nem igazán tudjuk építészeti értelemben értékelni a stadionjainkat, pedig kellene, mert egy hatalmas épülettömeg, és olyan remek művek is vannak közöttük, mint például Pottyondi Péternek a DVTK stadionja, amely a maga egyszerűségével egy költőjén szép alkotás. Stílusokat tekintve pedig középen az organikus építészettel, a neovernakulártól megtalálunk mindent a neomodernig,
ugye, hogy említettem, a metrótól a MOME-ig, a MOME gyakorlatilag a neomodern építészetnek egy ilyen ünnepi bemutatója és ünnepi proliferációja volt, míg ezekkel az aprócska, góriszerű házakkal a legfiatalabb építészet egyfajta neovernakulális irányba lépett el. És hát, hogy most mi lesz? Kicsit szemtelenül visszakérdeznék, hogy mi kellene. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogyha az oktatáson belül, és ennek nem a kánon miatt van szükség erre, hanem az új rekonstrukciók miatt, amit egy kicsit korábban már említettem önöknek, az oktatáson belül az építészeti tervezést egy picikét megpróbálnánk átalakítani annak érdekében, hogy funkcionális értelemben teherbíróbb, rugalmasabb házak jöjjenek létre. Mert független attól, hogy divat ma utálni a szocialista modernizmusnak az építészetét, miközben gyönyörű darabokról van szó, sajnos kétségtelen térni, hogy olyannyira kicsontozott épületszerkezeteket és térszerkezeteket csináltak a régiek a centire kiméretezett helységeikkel, hogy ebbe új gépészetet, új technológiát, új green technológiát, a zöld építészetnek és a klímaváltozásnak megfelelő technológiákat beletenni, anélkül, hogy teljesen szétvernénk ezeket a házakat, iszonyatosan nehéz munka. Ezzel bizonyára összefügg az, hogy a kormányzat rengeteg esetben az új rekonstrukciókra szavazott egy régi épület átalakítása helyett, gondoljunk a Kossuth térre. A másik pedig, ha és amennyiben velünk maradnak az új rekonstrukciók, és erre van lehetőség, akkor nagyon-nagyon fog kelleni az a szakembergárda, akik értik a történeti szerkezeteket, értik a történeti tereket, és értik ezeknek a tagozatrendszerét, mert jelenleg ilyen ma az önök előtt beszélő, magát kritikusként és definiáló kutatót is beleértve sajnos nincsen. Ehhez kellene megváltoztatni az oktatást. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket!